Tolna megye kulturális örökségének szellemi és tárgyi javainak felfedezését folytatjuk mai adásunkban is. I. és Gyula és Lázár Ervin hagyatékán és emlékén két település is osztozik, az egyik Sárszentlőrinc, a másik pedig Pálfa, ahova most megérkeztünk, menjünk egy kicsit beljebb. A település eredeti neve Pálfalva volt, mely később Pálfára rövidült. Ma körülbelül 1000 lelket számlál lakossága. Alapvetően Pálfa mindig mezőgazdasági település volt. Ez ugyan ma is így van, de ma már a gépesítés miatt nincsen szükség akkora munkaerőre, mint hajdanában, így az itt élők jó része vidékre jár dolgozni. Pálfa történet az már valahol az őskorban elkezdődött, mert akkori korokból is találtak itt emlékeket régészek, amik egyébként most is megtalálhatók a Tolna megyei múzeumban. Egyébként gyakorlatilag az 1200-as évektől már írásos emlékek is vannak. Ez annak idején egyébként a honfoglalás korában, ez az Árpádoknak a területe volt, és gyakorlatilag utána egészen addig, amíg a török pusztítás alatt gyakorlatilag teljesen elnéptelenedett a falu, addig gyakorlatilag ezek a nemzetségek laktak itt. És utána ugye feltöltötték újból a települést, rácokat telepítettek be. A harcokban elnéptelenedett község a 18. század elején települt újra, ettől kezdve a gróf Aponyi család birtoka volt. Ők nagyon sokat tettek igazából a faluért, gyakorlatilag gondos gazdái voltak a cselédeiknek is, akik ugye itt laktak. És témánál is vagyunk, mert az Aponyi család építette katolikus templom és a hajdani Rácegres pusztai iskola is szerepel a megyei értékek tárában. Innentől Pálfa történelmének elmesélését rábízzuk-e két épületre. Pálfán születtem, ebbe a templomba kereszteltek. És sőt, a felmenőim is pálfaiak, és itt értek, mert az első anyakönyvű bejegyzés 1800-ból az Bérdi János, aki az én egyenisági felmenőmnek a testvére. A templom, ahol most vagyunk, műemléki védelem alatt áll. 1789-ben építették késő barokk stílusba, az akkor még Hőgyészen lakó Aponyi György építette, mert a Hőgyészi Birodalom vagy birtokhoz tartozott a pálfai birtokrész is, és a plebániát 1800-ban alapította, azt már a fia Aponyi Antal, és azóta is. Tehát ő és az Aponyi Károly volt a templom utolsó kegyura, aki 1959-ben halt meg, és itt van a temetővel temetve. Ez egy nagyon kedves templom. A építészek is megjegyezték, hogy valamilyen oknál fogva ennek egy külön varázsa van. Végül is négy vagy három kupolára oszlik a templom, és mind a három kupola felület az egy szabályos gömbhéj. Ez egy szabályos gömbhéj, ezt a felújítási munkákhoz történő felmérésekből derítették ki, ugyanis a templomnak a tervrajzai nem lelhetők föl sehol az egyházmegyén és sehol mindenhol. Mást, mindent újra kellett mérni és másként kellett hozzányúlni a dologhoz. A paduk az 1984 vagy 86-ban lettek kicserélve, mert addig a 1879-ben beépített paduk voltak, csak az nagyon szurakta, és egy családnak a adományából kaptuk ezt. A toronyban három harang lakik, tehát van egy kicsi, egy úgynevezett új, és egy nagy harang. Az új harangnak az a története, hogy ő a legrégebbi harang, tehát ő neki a pontos eredetét nem is tudjuk, mert nagy valószínűség szerint mielőtt a templom épült, ő már egy haranglábon itt állt, mert a Simon tornyáról a ferences barátok szoktak átjönni itt szolgálatot végezni, és azzal már valószínűleg akkor harangoztak, de a 30-as években az a harang megrepett, és újra öntötték, és így kapta az új harang nevet.
Az Aponyi család 1924-ben eladta Hőgyészi birtokát és átköltözött Pálfára. A család mélyen vallásos volt és sokat törődött parasztjaival. Nem csoda hát, hogy ahol az aponyiaknak birtokuk volt, ott többek között a falunak templomot építettek. Az aponyiak a mai napig feltűnnek a színen már minden évben. Valamikor augusztus környékén a leszármazottak közül még van, aki el szokott jönni, de ő ma béri. Tehát a anyai ágon aponyiak, de tehát az utolsók egy úrnak a unokája. A család nem csak hogy hithű katolikus volt, de szociálisan is, mondhatni, meglehetősen finomra hangolt. A birtokukon lakó cselédség gyermekeinek iskolát emeltek, természetesen Rácegrespusztán is. Itt vagyunk most, ami Illyés Gyula szülőhelye és első iskolája többek között. Ez az épület 1877-ben épült, gróf Aponyi Sándor építette, aki egyébként híres volt arról, hogy történelmi és régészeti emlékek után nagy erőszeretettel kutakodott, és érdekelt ez a téma. Az itt élő cselédség számára építette ezt az iskolát. Nagy számú gyerek élt itt abban az időben, és hát ugye egyetlen egy terem volt, nem volt több tanterem, nem volt több osztály. Sokszor egy tanító több osztálynak adta ki a feladatokat. Voltak olyan időszakok, amikor az óvodás gyerekek is, mikor a szülők nem tudtak rájuk vigyázni a különböző pusztai és mezei munkák mellett, akkor ők is itt voltak. Tehát előfordult, hogy ebben a teremben 60-70 gyerek is melegedett télen emellett a kája mellett. Jelenleg a tanteremben állunk, ami korabeli bútorzattal, berendezéssel van felszerelve. Itt, ha körbenézünk, akkor láthatjuk a padokat, a katedrát, a kályha, a különböző taneszközök, ezek mind-mind Illyés Gyula és az őt megelőző időkből maradtak itt. Igen jó állapotban. Korábban itt helyezkedett a tanítói lakrész. A mai napság a pusztai élethez és az iskola korabeli dolgaihoz kapcsolódó tárgyak tekinthetők meg a tárlatban, valamint Illyés Gyula kötetei. A tárlatban résztvevő tárgyakat a Bosinski-Mór megyei múzeum bocsátotta a rendelkezésünkre, amiért tudjuk ötteket kiállítani. A pásztori élethez és a pusztai élethez kapcsolódó tárgyakról van itt szó. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a kulturális örökségeket és kulturális emlékeket megőrizzük. Ezért is tehát a rendezvényeink, rengeteg civil szervezet működik a településen, azok munkája mindezt segíti elő, hogy ezeket minél inkább meg tudjuk őrizni. Mert ugye nagyon fontos dolog, hogyha az ember a gyökereivel tisztába kell, hogy legyen ahhoz, hogy igazából tovább tudjon menni valahova. Útunk a természetbe vezet tovább. Pálfa határában húzódik a Tolnai hegyhát utolsó vonulata. A helybeliek ezt a kiszögellést Öreg hegy néven emlegetik. A szőlőtermesztés és borkészítés napjainkban is fontos meghatározó részt kap a lakók életében. Nem is kell csodálkozni, elég, ha körbenézünk egy kicsit, már is világossá válik, hogy miért. Ez egy hát szinte település jelleggel bíró szőlőhegy, ahol a présházak a közvetlen a szomszédságban a szőlőkkel találhatóak meg. Több jellemző fajta is megtalálható itt a pálfai Öreghegyen. Kékfrankos, merló, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, olasz Riesling, Chardonnay, szürke barát, és itt-ott kadarka is. Tehát rendkívül gazdag az előforduló fajtáknak a száma itt nálunk Pálfán. Azt mondják erre, hogy 500 éve szőlőterem Pálfán. Ezt nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor is kezdődik meg a szőlőművelés.
de valószínűsített, hogy már török korban is voltak. Ha nem is ilyen nagy számmal, itt-ott azért voltak frésházak, és folyt szúlőművelés itt Pálfán. Rendszeresen évente megrendezésre kerül nálunk egy pálfai pinceszer elnevezésű rendezvény, ahol több gazda, hát általában tucatnyi gazda is kinyitja a présházat, és ott megkóstolhatók a díjnyertes borok. Ugye a borverseny is nálunk évente megrendezésre kerül, ahol évről évre egyre komolyabb elismerést kapnak a gazdák a megjelent bíráktól. Minden borversenyen van egy nagy aranyérmes bor, amit abban az évben a település borának nevezünk ki. Itt vagyunk a pálfai Sióhídon, mögöttem pedig látható az a terület, ahol nem sokára meg fog épülni a Sió projekt keretén belül a pálfai hajókikötő. Várható a jövő év tavaszára végeznek a tervezett munkákkal. A beruházás itt Pálfán 60 millió forintból valósul meg. Ez is a kis települések törekvéseit erősíti a jövőben. Évek óta a környező településekkel olyan jellegű programokon gondolkodunk, hogy mindenkinek van egy kis értéke külön. Tehát mondjuk nálunk az iskola múzeum, tehát a természeti környezet, egyéb épített értékek, azért elég jelentős a javuláson és fejlődésen ment keresztül a pálfai bort. Minden településnek van valami kis, egy több, kevesebb ilyen lehetősége, tulajdonsága, és ezeket valahogy összefűzni. Összefűzni, összekötni őket, és abban az esetben már, ha egy település nem is tud mondjuk egy ide látogató családnak hosszabb távra programot adni, de ha több települést össze tudunk gyűjteni, össze tudunk szedni, és ezek a települések jól együtt tudnak működni, akár egy hetes itt tartózkodásra is megfelelő mennyiségű program, akár gasztronómiába, akár természet, akár irodalmi emlékek, tehát bár ezeken a területeken, tehát együttműködés a jövő kulcs. A kerékpárút a Sió projekt második ütemezésében készül majd el. Több megfontolás miatt nem a töltéssel, hanem Rácegres puszta felé. Így a turisták egyrészt érintik az iskola múzeumot, de könnyen eljutnak Simon tornyára is. Ismét bebizonyosodott, hogy Tolna megye számtalan olyan kincset rejt magában, amit érdemes felfedezni, mint ahogy ezt minden alkalommal is hangsúlyozom. Most Pálfától búcsúzunk, remélem, hogy önök is legalább annyira élvezték az itt tartózkodást velünk, mint amennyire mi élveztük az itt folyó munkát. A pálfai Sióhídról búcsúzom önöktől, minden jót!